Mark Consuelos, Varga Gábor, Nadine Velázquez, Törpei Tünde. Férj keresteti. További magyar hangok. Albócs Judit, Sótonyi Gábor, Sági Tímea, Solecki Anka, Csuha Bori, Bácskai János. Vajon van itt egy strici is, vagy csak úgy válogassunk? Ezek napszámosok, Nina, nem utcalányok. Értem. Jó. Veneki! Hablas inglés? Ha igen, megkapom a melót. Ez megfelelne. Minden lehetséges. Vagy nem? Mi a meló? Házasság. Fel akarlak fogadni, hogy legyél a férjem. Jó van. $100,000 kapsz egy évre. Viccelsz, ugye? Elmondod miért? Nem kérdezel, Jesus. Mennyi időre? Míg a halál el nem választ. Részidős munka, rendelkezésre kell állnod, ha szükséges. Amúgy azt csinálsz, amit akarsz. Múlik a vásár, nyafi. 48 óra múlva meg kell lennie az esküvőnek. Házasodsz vagy nem? Igen. De mennyire? Gazdag vagyok! Bocs, fiúk. Tudjátok, hogy hogy van? Majd összefutunk. Nem igaz? Ne aggódj. Csak örökre szól. Dia mama. Aki megtalálja, kap egy Porsét. Halljuk, most mi lesz? Semmi rosszat nem csinál. Nem csak a Schwarzmelós csípik meg, azt is, aki felvette. Ez komoly? Bizony. Futás! Pucoljunk innen! Sikass már! Remélem, mi a fenét csinál? Most nincs időm dutyiba venni, Nina. De hát így képzeltem az esküvőm előtti napot. Ó, ezt könnyen meg fogom szokni. A börtönt fogod megszokni, ha rossz irányba küldesz. Itt kell jobbra fordulni. Vagyis balra. Aztán jobbra. Elbújunk a lakókocsi parkban. Ez óriási. Oké. Én vezetek. Nem. Várunk. Igaza van, de nem itt. Nálam bújunk el, míg kitisztul a levegő. Egyébként is megmondom a barátnőmnek, hogy megnősülök. A szoba tele van a legjobb detektívekkel. Mégis egy nőre van szükségetek. Megtaláltad? Most hívtak a texasi zsaruk. Az egyik céges limuzint látták a határ felé menni. A leírás ráillik a lányodra, de meglógott a porony.
Mi a fenét keresett Texasban? A GPS rendszer... Hé, talán... GPS-szel megtaláljuk? Hát nem az első szülötteddel beszélsz, aki csak a második helyen jelentkezett a Harvardra. A GPS társaság csak azt várja, hogy a műhold a kellő pályán legyen. A pontos helyszín meg lesz egy órán belül. Indulj a repülővel Nyugat-Texasba, és várd a hívásomat. Mars! Rex, pirulnak a kolbászkák? Rex! Legutóbb, amikor elaludtál grillezés közben, 12 hektár erdő égett le. A fák visszanőnek. Nyertünk! Az extrém házépítők kocsia közeleg! Mondtam, hogy írtam nekik levelet. Hála Istennek! A fiunk nyert a kaparó sorsegyen! Te fehér vagy! Mondjuk úgy, kaukázusi amerikai. Akkor mitől vagy ilyen barna? A sok fűnyírás beleég a bőrbe. Hölgyem, maga kisé túl ideges, nem igaz? Hát örökbe fogadtak. De a neve Jesus. Nem. Aki munkást keres, nem vesz fel, ha állampolgárnak néz, mert azt hiszi, túl drága vagyok. Ezért van rajtam ez az ing, és mindig felvesznek. A nevem Bo. Bo? Bo? Nem áll az alkú. Hé, de miért? Sok a bizonytalanság, nekem latin kell, nem egy Bo. El tudom játszani a latin szerepét. Idesüss. Mire me? El piel? Beszél spanyolul? Texasban vagyunk. Muszáj spanyolul beszélni, vagy nem tudod, hogy a mexik mit beszélnek mögötted? Megvan. Figyelj csak. Én Normando vagyok, aki en Ciudad de Mexicóban született. Mexikóvárosban. Aztán ide kerültem, még fiatalon. Jól meg tudom játszani, elhiheted. Jobb mexikói leszek, mint hinnéd. Esküszöm neked. Nem. Nem? Nézzen rám. Én nem megyek vissza oda a sarokra. Nagyon nehéz 100 lepedőt keresni a fűkaszával. Érti, amit mondok? Te mázlista vagy, hogy szorít az idő, és nem tudok másik férjet keresni, Normando. Ha-ho! Igazi munkát találtam! Nem is tudom. Túl sokat kockáztatsz. Csak át kell változtatnom fűnyíró Jesus Normando hercegé, és megmondom az apámnak, hogy szeretem. Ez olyan nehéz. 2 nap van az esküvőig. Nem gondolod, hogy ez... Sokat kell dolgozni, míg az új vőlegényemet átformálom. Nem csak külső változtatás kell, szellemi is. Ez nem fog összejönni. Már hogy ne jönne össze? Hívd Mancsát! A Szándiában? Mondd meg, hogy a legnagyobb kihívás elé állítom. Aztán hívd az utazás szervezőt, a repcsit akarom. Biztos? Rajta! Gucci táskája van. Mindig ilyet akartam. Aha. Kell még egy technikai szünet. Nincs rá idő. A barátnőm dolgozik. Le kell adnom neki a drótot, hogy elmegyünk. Bárhová megyünk. A reptérre kell mennünk. Micsoda véletlen, hiszen ő éppen a reptéren dolgozik. Alig várom, hogy találkozzatok. Vagyis talán nem várom. Felvesznek minket Szandiában. De a repülő itt van Texasban. Mi? Úristen, itt van. Megtaláltak engem? Itt van. Hogy találtak meg? Az apádnak biztos minden pénzt megért. Felhasználta a kormány kapcsolatait. Ki fognak zárni a kamarából? Aha! Szállj le a kocsiról! Ja! A francba! Ezt biztos meghallották a túlsó végén. Azt hiszem, elvesztettük a jelet. Kerítsük elő a fiút, és menjünk a repülőre. Nem. Könnyen csapdába sétálhatunk. Támadt egy ötletem. Béreljünk egy repcsit. Mondd meg, hogy legyen a madárka megetetve és felkészítve. Jó. Olyan büszke vagyok rád. Végre kijutsz a nagyvilágba.
És abból a pénzből visszafizeted, hogy felneveltelek. Mi lesz Nikivel? Mama, ezt Nikiért csinálom. Ha jó munkám van, saját házat vehetünk. Milyen vagyok? Pucér. Haver. Én vagyok a vőfély. Kell nekem vőfély? Minden vőlegénynek kell vőfély. Tényleg? A vőfély vigyáz mindenre. Ő a te szószólód. Jól van. És ezért csak 10%-ot kérek. Rendben. Igen! Úgy lesz! Jól van, csak rajta! Oké. Ki ez a fafej? A vőfély. Mutasd be a hölgyeknek. Nincs szükségünk vőfélyre. Egyáltalán nincs. De szükség van sofőrre. Főleg, ha a zsaru kiszúrnak. Hétszeres, megyei, teherkocsi bajnok. Jól van, rendben. Vigyél a repülőtérre, de ott vége az útnak. Na de... Tetszel nekem. Hé, el kell mennem Nikihez. Le kell adnom a drótot. Még nem szóltál neki? Nem. Oh, sisakot kell felvennünk. Mozogjatok már, vagy beverem a képeteket. Milyen kedves. Igen, megkértem, hogy maradjon ki a gimiből. Azóta vagyunk együtt. Ez itt nem a limuzin mosó, halljátok? Én is megpróbálhatom? Jobb lesz, ha várunk néhány percet. Kifárad. Nincs néhány percünk. Bo, nyertél a lottón? Adok neki egy percet. Nyugalom. Hagyjuk, hogy minden szépen elrendezzen. Szia. Szia. Figyelj, Niki, azt hiszem, beszélnünk kell. Oké. Na szóval, tudod mit? Nem kerülgetem a forrókását, inkább egyenes leszek. Oké. Az van, hogy történt valami. Tudod, az történt, hogy... Lejárt az idő! Indulunk! Igen, ez történt. Nem viszem el szárazon! Niki, Niki! Inkább adok még időt! Hey. Gyerünk, kifelé! Barkápárod! Azt mondtam, szállj ki a kocsiból! Ki a franc ez itt? Ő a kajajegyünk. Nagyon sajnálom, nem tudom, hogy veszett el a jel. Köszönöm, megpróbáljam talán... Hallott ember vagy! Mondd, nem te voltál az a pasi a... menudóban? Óriási lehetőség. Miről beszélsz? Hogy kijussunk innen. Nem kell többé repcsit mosnod. Én meg visszatérhetnék a zenéhez. Csak a látszat kedvéért kell, a családja előtt, nem érted? És megteremtem az életünket. $100,000. Egy év alatt. Ennyi az egész? Szia, Niki vagyok. Én ugrottam rá a limuzinra. Bo, elmondta az ajánlatodat. Tekert fel, Lici, 175 000-be. Niki! Plusz 10. Ó, akkor más valakit kell keresnem. Itt vagyok én. Nem. Niki, figyelj, nézz ide. Hé. De ne költsd játékgépre nekem, jó? Most folytatom a munkát. És ne aggódj, mindkét meló csak plátói. A diamama legénysége üresen is felszáll. Csak add ki a parancsot. Jó, a szokott helyen találkozunk. Tényleg felhívod az apádat? Szokjon hozzá a gondolathoz. Jó.
Tiétek a diamama hálózat? Az én anyám diamama. Ó, szent avokádókrém! Már a bölcsőben is a ti vackotokat ettem. Ez nem hangzott túl jól, elnézést. Ugyan, értem, mire gondolsz. A diamama meghalt. 2 évvel ezelőtt. Nagyon sajnálom. Igen. Én is. Meleg van, igaz? Az átveréshez koncentrálni kell. Jelezni fogok, figyeld a kezemet. Ez azt jelenti, csiklandozz meg. Csiklandozzalak. Az apám Achilles pontja, a lánya tisztessége. Azt támadjuk meg. Rendben. Mi az? Lola, kincsem. Angyalkám, jól vagy? Hogy voltál képes így elfutni? Annyira aggódtunk. Hol a csodában vagy? Jaj, ne haragudj rám, papa. Én csak a... szerelmes vagyok. Mi? Ezt nem értem. Csak úgy hiszen... Tudom, papa, tudom. Csak hogy... Itt a Merci távolban egészen véletlenül összefutottam Normandóval, a régi princetoni szerelmemmel. Ugye emlékszel Normandóra, papa? Persze, azt hiszem. Egyetem után szakítottunk, mert Normandónak a barcelonai egyetemen kellett másoddiplomát szereznie. De mindketten reméltük, hogy újra találkozunk, és most találkoztunk. Nem. Remélem, hogy ez nem csak egy trükk, hogy kibújj a kötelezettséged alól. De papa, ez nem trükk, hanem szerelem. Papa, elmegyünk egy élményfürdőbe, hogy felfrissüljünk, és holnap találkozunk Santa Fében. Kapcsold a fiatalembert. Most nem ér rá, papa. Tudom, hogy nem ér rá, hallom a kezét. Hadd ide! Mézus, uram. Ne így. Mondd, olá. Olá. Azt ajánlom, aludj külön szobában, ha a lányommal vagy, vagy én magam kasztrállak! Megvan, a reptéren van, a nyugat-texasi reptéren. Azt hiszem, kedvel. Igen. Még egyet. Egy pillanat, lányok. Halló! A reptéren van! Nem! Nem! Te maradsz! Nem! Én meg Bo régen testvérek vagyunk. Igen. És mivel én vagyok az öregebb, engem szokott utánozni. Miért? Mert engem érdemes utánozni. Igen. Nem! Várjunk csak, egy testvérrel minden sokkal... Hihetőbb. Igen, hihetőbb. Pont egy fehér testvérrel. Mindenki a testvérünk, nővér. Várjunk, fordítsuk meg a dolgot. Brett szülei engem adoptáltak, az enyémek pedig Brettet. Nem szólhat és nem csinálhat semmit. Vagyis családtag vagy, Heraldo! Mi família! Vedd le rólam a kezed. Jó, értettem. Rendben. Ezt nem értem. Legalább 1 éve arról beszélsz, hogy szakítani akarsz Bóval. És akkor mi van? Sosem mondtam komolyan. Most hová mész? Rajta akarom tartani a szememet. Hát, nem jó vicc. Most jössz vagy nem? Tudjuk, hogy Diamama a halála előtt rendelkezett Lola örökségéről.
Amikor 25 éves lesz, vagyis 48 óra múlva, Lola hozzájuthat, de akkor, és csak is akkor, hogyha férhez megy. Már amennyiben ön aláírja ezt a nyilatkozatot, Mr. Dia. Ne feledje, 48 óra múlva kell az ön aláírása, és egy férj. És ha addig az időpontig nem megy férjhez, vagy ha a papa nem fogadja el ezt a bizonyos Normandot? Elveszíti a pénzt. Bántana, ha Lola nem jutna hozzá a pénzhez. Ugyan kérlek, éppen azért csinálja ezt. Örülnél neki, ha a nővéred elveszítené, igaz? Te is megkaptad a pénzt, amikor betöltötted a 25-öt. Nem szóltam egy szót sem, atya világ. Ezt el tudnám viselni. Ez munka, ne feledd. Igen. Egy kortyot. Elbírnálak viselni. Oké, most kiosztjuk a feladatokat. Csinálj házassági szerződést, és rendeld meg ezeket. Nem, ébredj fel, sokkal munka. Te pedig mosakodj meg. És vegyél magadnak egy öltönyt. Tudod, mi ez az öltöny, ugye? Olyan, mint a rugdalózó. Most pedig bemutatlak Mancsának. Ki a fene az a Mancsa? Drágám! Mancsa! Drágám, visszatértél hozzám. Valaki közbe jött talán? Mancsa, bemutatom Normandot. Ő a mai programunk. Komolyan? Ne neves, ez az igazság. Kicsit késő, hogy rendes plasztikai sebészt hívjunk, de majd rögtönzünk. Mancsa imádja a kihívásokat. Ajaj. Gyerünk, lélegezz. Na. Mindent megpróbáltam, az illegálisakat is. Mindenre nekem kell gondolnom. Ha Lola nem a saját kártyáját használja, akkor valaki másét. És melyik kutyát vezeti pórázon? Ninát. Menj, minden perc késlekedés egy szabad napodba kerül. Sosincs szabad napom. Kritikának vegyem ezt? Ki ez a pasi? Az jó lenne. Igen. Elnézést, hölgyek. Jó napot. Nem ismernek, de megoszthatok egy titkot. Nagy kár. Ne! Drágám, Mancsita vázlatokat készít nekünk. Mondj el mindent, ne tartsd vissza magad. Mancsita, mindennek olyannak kell lennie, ahogy apám szereti, hogyha meglátja Normandot, azonnal beleszeressen a jövendőbeli vejébe. Mit keresünk itt? Elveszítjük a munkánkat. Hogy te milyen buta vagy. Bónak most már 6 számjegyű jövedelme van. És nekem ahhoz mi közöm? Hát nem érted. Felvehetlek. Mit csinálni? Nem tudom. Asszisztensnek, szobalánynak, asztrológusnak. Kitaláljuk. Ti ketten. Mondtam a diszpécsernek, hogy 2 pincér beteg lett. Ti jöttök. Személyzet. Hú.
Bó! Szia! Bemutatom Normandot! Az nem Normandó. Tessék? Tudom, mit csinálok. Dehogy tudod, az nem én vagyok. Normandó az én kreációm. Úgy érted, Streber Mandró? Nézd, jól kell éreznem magam a bőrében, és rózsaszínben nem érzem jól magam. De apám kedveli. Nem kell szemüveg. Abban okosabbnak látszol. Nem fésülöm hátra a hajam. Normandó haja ilyen marad. Rendben. Rendben. Tudod mit? Mit? Ki vagy rúgva? Hé! Hé, te szexis. Nincs kedved egy kis pénzt keresni. Jól van, nyertél. Ha jól megfizetsz engem, azt csinálsz velem, amit akarsz. Lola, ezt lépésről lépésre ki kell dolgoznunk. Jó, miért kiabálok? Kávé? Na jó, azt hiszem, itt rendben vagyunk. Majd visszajövök. Viszlát. Jól van, figyelmet kérek. Elég. Elég. Ezt hagyjuk abba, jó? Változott a terv. Koffein tabletta. A felén már túl vagyok. Csak folytasd, beszerezted, amit kértem? Remek. 2 órán belül kész lesz minden. Aztán alá kell iratnod vele, ne feledd, aláírás nélkül bármikor elmehet. Nem kockáztathatjuk. Remélem, le tudja írni a nevét. Csak csinyán azzal a bogyóval. Hogy végezhetnék el ennyi munkát segítség nélkül, alvás nélkül? Ekkora feszültségben, és fogalmam sincs, hogy hol van a vége. Erről beszéltem. Megváltoztattad a dizájnt a hátam mögött. Tudom, de nem tudnál kissé lazítani? Lazítani? Kockáztatod a manővert, és azt akarod, hogy lazítsak? Úgy érzem, milliómos vagyok, hogy bármire képes vagyok. Ez semmit nem számít. Ha? Készen van az asztal, Mr. Normandó. Jól van. Van itt rántott csirke? Nagyon finom. Nagyszerű. Most végre megismerkedhetünk. Most végre megismerheted Normandót. Nem tudom, hogy ez a Normandó ennyire ostoba. Ajándékot ad neki. Nem ajándék, hanem könyvek. Az senki se szereti. Szerintem tetszik a csajnak. Ez a munkája. De a csaj akar valamit. Munkára fel! Az apám titkos, de értelmetlen szenvedélye a polgárháború kézifegyvereiről szól, és nagyon jól fog jönni. Értem. Milyen polgárháború? Csak vicceltem. Ez az óbor különlegesség az apám... Egész jó. Most tegyük félre a leckét. Csináljuk azt, amitől ez a trükk tutira be fog jönni. Jó? Inkább ismerkedjünk. Nem akarom Bót megismerni. Nekem Normandót kell ismernem. Kezdjük azzal, hogy elmondod, mi ez az egész. Kezdjük azzal, hogy neked nem kell tudnod a részleteket. A konzervatív család nem fogadja el, hogy leszbikus vagy. Nyilvánvaló, hogy a megfigyelésről is olvashatnál egy könyvet. Akkor a pénz? 25 millió.
A dollár? És én mennyit is kapok? Az alkú az alkú. Ezt nem tanultad a fűnyírósuliban? Fűnyírósuli! Hű! Ügyes! Férjhez kell menned, hogy megkapd a zsét? Hála szeretett anyámnak, aki egész életemben arra sarkalt, hogy férjhez menjek, és én annál kevésbé akartam megtenni. Végül, hogy bosszantsam, azt mondtam, sosem akarok férjhez menni. Amikor haldoklott, megváltoztatta a végrendeletét, hogy csak akkor kapok pénzt, ha férjhez megyek, és az apám is jóvá hagyja a jövendőbelimet. Vagyis azért vagy te itt, hogy megkaphassam a pénzt, és leléphessek. Hová? Képtelen vagyok a családi üzletet a hugommal vezetni. Mire kiderül ez a turpisság, már messze leszek. A pénz megváltja a szabadságomat, ami nekem sokkal értékesebb. Értelek! Most, hogy tudom, mi forog kockán, tudnod kell, hogy számíthatsz rám, mert én nyerő vagyok. Az ing nélküli úr küldi. Egészség! Légy kedves hozzám. Mellékhatás, halucináció. Ez nagyszerű. Azt kell elhitetnünk mindenkivel, hogy odáig vagyunk egymásért. Úgy kell tennünk, mint a turbékoló galambocskák, nem? A családunkban nem divat a turbékolás, vagy az ölelés galambocskám, az ujjongás se. Én is nagyon akarom a zsákmányt. De nem tudjuk megszerezni, csak ha mindenki azt hiszi, hogy imádlak téged. És viszont... Miss Lola, sürgős üzenete van a szobájában. Utána nézek. Rendben. Lehűtselek. Hey, mi a fenét csinálsz? Azt mondtad, hogy nem valódi! Nem is az! Te flörtölsz! Nem flörtölök! Akkor miért tűnt úgy, mintha mindjárt egymásnak esnétek az asztalnál? Azért, mert ez a munkám! Niki, ezt kettőnkért csinálom. Azzal, hogy itt vagy, veszélyezteted a boltot, és nem kapunk semmit. Menj és hagyd, hogy tegyem a dolgomat. Hé! Nem akarok többé füvet nyírni. Ó, szia. Az egyik könyv azt írja, hogy az etikett szerint mentsd ki magad, ha leöntöd a golyóidat. Tudod, mire jöttem rá? Mire? Hogy akcentust kell kialakítanod. Milyen akcentust? A családomban nem beszélnek lakókocsi stílusban. Próbáld inkább latinosan. Ó, jó, persze. Legalább 14 000-szer láttam az orrót. Én leszek Banderas. Figyelj csak. Rágaszkodom a rettenetes kardomhoz. Csak így tovább. Beszéltem Bóval. Vagyis már elmehetünk? Egy frászt.
A dolgok egyre rosszabbra fordulnak. Miért? Mikor Bóval beszéltem, nem kereste a szavakat. Nem kerülgette a forrókását, nem a földet nézte beszéd közben. Nem is hasonlított önmagára. Még mindig lábszaga van. Igen, mint egy pézsmába mártott bébilábnak. Ez nem hangzik rosszul. Ez rémes, Bó szexis lett. Önbizalma van. És ezt tudod, hová fog vezetni? Hogy el fog hagyni. De nincs az az Isten, hogy én ezt hagyjam. Házassági szerződés. Alá kell írnod a szerződést. És mi van, ha olyan van benne, amivel nem értek egyet? Nem is azért fizetlek, hanem hogy te legyél a férjpótlék. Rendben. A férj minden tekintetben elfogadja a feleség döntését. És mi van, ha a férjnek van igaza? Ki van zárva? Sose tévedek. Valamennyi eseményen összejövetelen a férj megengedi, hogy a feleség irányítsa a beszélgetést és az eszmecserét. Amikor a családommal vagyunk, én viszem a prímet. Aha. Nos, én így nem tudok dolgozni. Én hivatásos férj vagyok, nem hivatásos feleség. Vicceltem! A francba! Azt hittem felrobbansz. Ha a fizetést vársz, kitörődik az apró betűkkel. Viszont nem ártana egy nyitott könyv záradék. Minden sikeres házasságban létezik. Nyitott könyv? Igen, hogy nem titkolok semmit előtted, és te sem titkolsz előttem semmit. A túl nagy nyíltság nem hangzik szórakoztatónak, de legyen. Igyunk a nyitott könyvre. Csirió. Csirió. Ki az? Hé! A francba! Hogy találtál meg? Ó, oh, Cyrus baby. Ki ez, drágám? Én kérdezem, hogy ki ez. Marco? Bemutatom Normandót. Az új vőlegényemet. Normando, bemutatom Marcót. A volt vőlegényemet. Volt vőlegény? Hé! Hey, nem jártál a Color Me Bedben? Egyszer jártam, és másnap szerelmes lettem. Évek óta ismerem Normandót. Egyetemi szerelem volt. Lola, beszéljünk négy szem közt. Vége van. Addig nem megyek el, amíg nem beszéltünk négy szem Megcsaltál. Közt. Nem volt semmi. Mindent jelentett. Eszia. Baby, ígyunk valamit a bárban, mielőtt egész éjjel szeretkeznénk. Lola, kérlek, könyörgök, hallgass meg. Nincs jogod könyörögni semmiért. Drágám, nem jelentett semmit nekem. Nem? Ha semmit nem jelentett, akkor miért nem mondod meg, hogy ki az? Csak egy rajongó kislány volt. Csak egy rajongó kislány? Ó, kockára tettél mindent egy rajongó kislányért. Ez nem semmi, ez szánalmas. Marco megkefélt valakit 3 nappal az esküvő előtt, és honnan tudta meg? A Pajkos Fészek Hotel felhívott, hogy nem jön ki a csokolád és testfesték a szőnyegből. Hála Istennek, különben sose szerettünk volna egymásba. Ó, még mindig itt vagy. Lola, ezt meg kell oldanunk. 2 nap múlva lesz az esküvő. Ki vagy rúgva, emlékszel? Mi házasodunk össze. 2 martinit, és legyen rafinált. Lola, kérlek, hallgass meg. Tisztázzuk a dolgokat. Ennyi idő után ennyit se érdemlek. Nem. Az nem lehet, hogy mindent elfelejtettél. Biztos vagy benne?
Tipikus latin büszkeség van benned. Mitől félsz, hogy visszafordítalak? Lola, négy szem közt akarok beszélni veled. Figyelj, haver. Tűnj el. Ő már az én csajom. Haver? Csaj? Te lakókocsiban nőttél fel? Tudod, milyen a padlórongy Panamában? Mint a te képed. Panamában? Ti olyan lúzerek vagytok, hogy még egy gátat sem tudtok építeni. Mit mondtál Panamáról? Ó, ne kísérsd az Isten! Ne! Ne! Inkább beszélgessünk! Meghalok nélküled, Lola. Tessék, fogadd el, kérlek, nem, jó? Nem, nem. De kérlek, gondolkodj rajta. Kettőnkön. Kérlek, Marco, már rég vége. Mindenki hunyt bennem. Nyugodj bele, köztünk már soha nem lesz semmi. Tényleg meginoktam, de annak vége. Én melletted kötelezem el magam. Sajnálom, Marco. Elszúrtad. De szeretlek. Én mást szeretek. Nem adom fel. Oké, jó voltál. Igen, persze, nekem ez a dolgom. Igen. Higiéniai útmutató tökfilkóknak. Ez a kenyér megpirult. Ó! Hú! Megy a meló? Egy kis foglalkozási ártalom támadt. Csókolóztunk. Smaciztunk. Oh-oh. Igen, ez komoly. Oh-oh. Gyűrűt akartam venni Nikinek az első fizetésemből. De most... Mit mondtál? Haver, ne szúrd el ezt az üzletet. Szükségünk van a haknéra. Felveszed a fizetést, megkapom a 10%-ot, és szépen folytatod. Kész belőle? A politikai nézeteim szerint én nagyon... centrista vagyok. Nem, nem habozhatsz össze-vissza. Azonnal felelned kell. Azt se tudom, hogy mi az a centrista. Hogy középen állsz. De mihez képest? Aj. Jó, vegyük át az egyszerűbb dolgokat. Mi a kedvenc söröd? Hát a Budweiser. Dos Equis, senyor. Csak légy normándó, jó? Kérlek. Szia, papa. Ő a szerelmem, Normando. Señor Dia, megtiszteltetés. Normando, örvendek. Hát nem gyönyörű itt, Normando? Ó, tutira. Építészetileg olyan, hogy... Hú! Lenyűgözött. Wow. Pedig az nem könnyű, de nem ám. Az építészet melyik területén vagy jártas, Normando? Mindegyiken. Bármelyik stílusban. Igen. De mostanában elragad a... tájkertészet. A sövények fantasztikusak. Pontosan így metszettem őket. Frankó sövényvágó kell az ilyen formához. Ó, Dios mio. Maga... Egy ravasz ördög. Csak a legjobbat, mi? Bermuda fű. Aszály biztos. Megnő minden talajon. Kitűnő versenypálya. Persze csak, ha rendesen nyírják.
És a nyírást hangsúlyozom. Honnan tudsz ennyit a fűről? Ó, a kis ujjában van a kertészet is. Hát nem álomférj, papa. Lelőjek valakit, hogy végre észrevegyetek? Ó, persze. Ő, Simona. Szia, drágám, örvendek. Lola nővére vagyok, de ifjabbnak látszom, mindenki ezt mondja. Bizony, csak kérdezd meg. Ne törődj meg. Ja, igen, ő a férjem, Javier. Csatlakozzunk a vendégekhez. Señor Dia, bemutatom a bátyámat, Heraldót. De hiszen ő fehér. Sí, igen. Nagyon fehér. Fehér vagyok. Árvaházból vettük magunkhoz, és latin vérűnek neveltük őt. Lord Dia, a kastélya. Minden képzeletet felülmúlóan lenyűgöző. Hadd öleljem meg végre. Oh, milyen erős. Hol vannak a szüleitek? Jaj, nem. Istenem. Papa. Papa, nagy tragédia történt. A szülők meghaltak, amikor a hajójuk 6 évvel ezelőtt elsüllyedt. Még ma is fájó pont ez nekik. Ez borzalmas. Nos, ki kér egy italt? Mehetünk. Igen. Adjál már békén, ez fáj. Állj le, Lola. Tudom, ki a dolgom. Bíz bennem. Köszi. Meg kell mondjam, hogy ezt elég nehéz megemészteni. Tudom, papa. És mivel sose tudtál vigyázni magadra, ragaszkodnom kell hozzá, hogy alaposan megvizsgáljam a kérdést. Mindenképpen meg kell győződnöm arról, hogy ez a Normando beleillik-e a családba. Úgy van, papa, a Normando nagyszerű. Na de, neked be kell látnod, hogy én tudom, mi a jó neked. Jobb lesz, ha összeszeded magad, vagy mehetünk kukázni. Amikor meghallottam, mi történt, arra gondoltam, a legjobb lenne, ha elütne téged egy teherautó. De inkább megmentem az életedet. Mert legyen bárhogy is, nem engedhetem, hogy ez a félkegyelmű Normando a családtagja legyen. Éppen ezért. Neked vissza kell nyerned a lányom szívét, hogy ne gyűlöljön engem. Számíthat rám, uram. Tony Robbins vagyok. Üdvözlöm Önöket az önmegvalósítás műsorában. Végre hozzáláthatnak, hogy örökre megváltoztassák az életüket. Kisasszony, jól van? Én igen, de maga nem! Hé! Hey, álljon meg! Hall az én kocsim, álljon meg! Tehát, Normando, a Barcelonai Egyetemre jártál, ez igen? Mit tanultál? Építészetet. Hát nem a Princetonról ismered? Dehogy nem, csak az építészet kimeríthetetlen. Mert mindig új házakat építenek. Normando, tegyünk egy kis sétát, jó? Kettesben. Ombre to ombre. Az a helyzet, hogy Normando nem tud sétálni, mert poliója van. Poló sérülése. Mennem kell. Nem, de nem egyedül. Figyelj, muszáj mennem, érted? Menni nem, fog, bízz benne. Nem. Mit izgulsz? Hadd ismerjék meg egymást. Én nem emlékszem rá a Princetoni évekből.
Szelektív memóriád van, Simona. Nos, őszintén meg kell mondanom, nekem nem tetszik. Nem érdekel. Látszik, hogy nem érzi jól magát a saját bőrében. Nem lehet összehasonlítani Markóval. Itt nincs szóversenyről. Látni sem akarlak. A francba. Figyelj, nem akarlak zaklatni. De adj nekem még egy esélyt, és meg fogom ragadni. Na-na. Itt tartom a gyűjteményem legféltettebb kincseit, amikor nincsenek kiállítva a múzeumban. A csinos kis raktár, azt látom, uram. Ó, egy 1885-ös egyedi 38-as Colt különlegesség. Igazi szépség, uram. Nem csupán szépség. Ma is működik. Nem emlékszem, hogy megvan-e töltve... Ezért nem is nyúlok hozzá, de most rajtad van a sor. Milyen sor? Mondd meg az igazat. Az igazat? Az építészet nem kenyerem. De jártam Barcelonában egyszer. Folytasd. Azért mentem, hogy zenéjek. Ez a szenvedélyem. A hangszerek. Rájöttem, hogy ez az én élethivatásom. De Lola aggódott, hogy ön talán nem örülne neki. Lolának igaza volt. Talán beszéljük meg ezt a dolgot. Másképp fogja látni. Lolának erős férfi kell. A zenészek gyengék. Várjon. Hadd játsszak valamit. Engedje meg. Az itt volt, amikor a házat vettem. El akartam égetni. Miért? Egy antik hangszert? Oh, ez egy 1934-es Martin Dreadnought, D18-as, 14 nyakrögzítés. Acélhúr. Hát egy kissé csúful néz ki, de azon segíthetünk, és semmi baja. Na jó, de érez valamit? 70-80 lepedőt. Mennyit? Borrá változtattad a vizet? Hát vannak, akik Jesusnak neveznek. Nem, Mando! Még játékban vagy! Hogy te győzöl-e? Rajtad múlik. Most mit csináljunk? Késésben vagyunk! Gyerünk! Pucolni! Ezek élnek! Szia! Merre voltál? Mi történt? El kellett térnem a tervtől. Megőrültél, be kell tartanod, minden ellenkezés meg fog... Kóstold meg a sárdönét enyhén gyümölcsös beütéssel. Oké, zsoké. Mondd el Lolának a tréfát Hexusszal. Elmondtad? Pontosan. Megvolt a sanszod, és most rajtam a sor. Felfogtad, hogy mi lesz, ha elrontod? Igen. Visszamegyek füvet nyírni. Nekem is sok a vesztenivalóm. Csak gyere utánam, és csináld a dolgodat. A dolgomat? Igen. Hogy halálosan szerelmes vagy belém. Hm?
Nem úgy tűnik, hogy szerepet játszol. Jól belerázottam, igaz? Inkább kiestél belőle, ha érted, amit mondok. Ugyan kérlek. Nem szóltam egy szót se. Csak véletlenül láttam, hogy simogattad meg a hátsóját. Véletlen volt. Oké. Kocincsunk. A jó befektetésre. És a visszatérésre. Bekented valamivel a képedet, hogy csak úgy ragyog? Jól mennek a dolgok, tesó. Ki hitte, hogy a munka örömet okoz? Nem csak örömet. Normando kivívta a csodálatot. Ezt meg tudnám szokni. Szia. De... Milyen érdekes előjáték. Menj! Szaladj! Menni fog! Arra van az óceán! Rohanj! Fuss! Menj már! Utána! Siessetek! Fogjátok meg! Mielőtt leég! El ne menjen! Oké. Meg kell lenni a többinek is. Mindenki szereti. Mit csináljak? Le kell nyűgöznöd a vendégeket. Vetesd észre magadat. Hogyan? Nincs semmi, amiben jó vagy. Ezt jelz le nekem, jó? Figyelmet kérek! Egy gyönyörű nap tiszteletére és egy szép lány kedvéért szeretnék valamit megosztani önökkel, ami mélyről fakad, a lelkem mélyéből. Köszönöm. Igen. Köszönöm. A menudó tagja voltam. Hé! Hey! Másnak is adjanak esélyt. Az a címe, hogy Gyönyörű Lola. Thank you.
ezt még egyszer eljátszol, neked véged van. Ki hitte volna, hogy az a gitár egy vagyont ér, és úgy is szól? Azt hiszem, kinyitom a legjobb üvegpezsgőmet, hogy megünnepeljük. 80 000 dollárt találtunk a raktárban. Miért nem mondtad, hogy zenész vagy? Egész életemben a zenéből akartam megélni. De mindig lámpalázam volt. Nagyon. De azt reméltem, hogy Normandónak nincs. Akkor miért nyírsz füvet? Egy zeneboltban dolgoztam, amióta elvégeztem a gimit, hiszen a bolt fontosabb, mint a zenélés. Mire észbe kaptam, már 30 lettem. A tulaj meghalt, a boltot bezárták. És az öreg Bó ott állt munkanélkül. Nem volt más meló, csak a fűnyírás. És akkor jöttél te. Örülök neki. Mert Normando igazán tehetséges. Te! Á, ne aggódjon, uram! A menudóban nem volt gitár. Uram? Tekintve, hogy az örökséget forog kockán, a körülmények egyre nehezebbek. Ugye egyetértesz velem? Én... De az a szerencse, hogy ez a Normando remek fogás. Gondolod? Á, persze. A zenélésből nem lehet megélni. Ezért a cégnél fog dolgozni. Gratulálok a férjedhez. Köszönöm, papa! Írtam! Te leszel a férjem! Ezt ne csináld! Bocsánat! Te seggfej! Aláírt a Normandót! Nem csak köztünk van vége mindennek, de egy centet sem fogsz kapni. Te meg a csokoládés testfesték. Hé, nyugodj meg, kérlek. Jóvá teszem. Hogyan? Ha Lola nem akar hozzád menni, akkor nem hagyhatod ott az oltár előtt, és akkor a határidőt nem lehet meghosszabbítani, és akkor nem kapom meg a 25 milliót, amit ő nem érdemel meg. Hé, még van időnk. Holnap naplementéig. Tudom én, hogy kell bánni Lolával. Eszébe juttatom, hogy hogy szerettük meg egymást. Bíz bennem. Még semmi sem veszett el. És most élvezzék a desszertet! Nem táncolunk egy nagyot? Most inkább nem. Oda lesz az illúzió. Nem, remekül áll a játszma. Sose lehet elég jó. Gyere! 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 Oké. Bocsék, ez a zene. Apámnak ez tetszik. Az újdonsült veje csatornát vált. Várj! Nem! Azt kell játszania, amit az apám szeret. Mi van, félsz, hogy kihúzzuk a gyufát? Nem, ezt nem érted. Sose lesz itt rendes parti, ha nem teszünk valamit. La otra noche en una juerga, yo vi de valla una negra. Esa negra me baleaba, ese ritmo tropical. La otra noche en una juerga, yo vi de valla una negra. Esa negra me baleaba, ese ritmo tropical. Én pedig élveztük. Szt, felejtsd el, jó? Rendben. Kezdtem jól érezni magam. Van egy ötletem. Meséld el. Ó, csak egy apróság.
hagyj magamra! Utánuk kell mennem! Ó, elhagyjuk a körletet? Rosszalkodunk? Elszökünk egy órára. Különben is a férjem leszel. Nem árt, ha megtudsz egy-két dolgot. Ez egyre jobban hangzik. Halljuk, hová megyünk? Majd meglátod. Kövesse a puccos kocsit! I know Sansa! Rázunk egyet, szenyorita. Hogy tudod ilyen jól csinálni? Könnyű, ha imádsz valamit. Sok táncversenyen indultam. Megáll az eszem. Nézd, csak leesett az állat. Ne hibáztas, azt hittem hétköznapi lány vagy. Nem, ez volt az életem. De az apám más jövőt szánt nekem. Ezért titokban jelentkeztem a Juilliardra. Elszoktam a New York-i meghallgatásra. Azt hittem, hogy ha felvesznek, nem fog nemet mondani. Azt hiszem, hogy tudom a folytatást. Tehát, amikor megérkeztem és kiszálltam a taxiból, ott állt velem szemben az apám. Megtudta, és ő ért oda előbb. Azt mondta, hogy nekem közgázra kell mennem, hogy átvehessem a családi birodalmat, vagy kitagadnak. Nekem nagyon jó a megérzéseim. Biztos felvettek volna. Magunk vagyunk. De mennyire? Most nem kell megjátszani magunkat. Azt hittem, már nem játszunk. Órák óta. Miki! Na, te nyomorult! Na, hagyjon békén! Gyerünk innen! Na. Hallod? Ne bántsd azt a bácsit! Túl nagy! Nyugodj meg, kérlek! Nyugodjak meg! Lerohantad a táncparketten! Lehet, hogy a te vőlegényed, de az én pasim, komprende! Nem mondta komolyan! Hallod? Figyelj rám! Figyelj! Hazaküldöm őt! Csak bízd rám, és aztán beszélgetünk! Érted? Mi volt ez? Majd lerendezem. Érted? Legjobb, ha hazamész, és én majd utánad megyek. Indulj. Niki, figyelj. Sajnálom, hogy ez történt, és... hibáztam. Na, hogy hibáztál? Hogy tehettél ilyet? Ez csupán üzlet. Nekem nem úgy tűnt. Muszáj érdeklődnie irántam. Mert tudod, ott van az a Márkó nevű alak, akit még mindig esz a fene érte. És az apja aláírta a papírt, de addig semmi se tuti, amíg a gyűrű nincs az ujjunkon. És nem akarom bukni a Zsozsót, nem érted? Igaz ez? Alig várom azt a csekket. Gimióta ismerlek téged. Igen. És azt is tudom. Micsodát? Hogy... mikor... hazudsz! Bó! Nézd! A dolgok már régóta nem működnek köztünk. Te is tudod. Kezdettől tudom, hogy el foglak veszíteni. Nem veszítesz el! Mondd meg, hogy szeretsz, vagy nem szeretsz.
Nyomorult féreg! Esküszöm, hogyha követsz, megeszed ezt az üveget! Én vagyok a főnök ebben a kapcsolatban. Oké, nyugalom, nyugalom. Szia! Fogd be a szád! Inkább tisztázzuk a lényeget. Hm? Túl sokat hibázol. Oké, várjunk. Psz! Én beszélek, te hallgatsz. Megállapodtunk valamiben. És kész! Túlságosan beleélted magad a szerepedbe. Én, akár csak te? Ez nem igaz. Lola! A szemedbe néztem. Gyere! Nem volt színjáték. Igaz? És neked is tudnod kell. Ki az? Nyisd ki az ajtót! Az apám! El kell bújnom! Jól van, gyorsan! Jöjjön be! Élvezed a külön szobádat? Igen, majd megszámolom a sarkokat. Igen. Igyál egy kortyot elalvás előtt. Nagyon finom. Normando, mit szólnál, ha elbeszélgetnénk, mint férfi a férfival? Most, hogy a családhoz fogsz tartozni, szeretnélek beavatni téged néhány apróságba. Apróságok? Lola örökre a gyermekem marad, és ezért mindig aggódni fogok érte. Itt jön a te szereped. A szerepem? Azt akarom, hogy tartsd Lolát rövid pórázon. Rövid pórázon? Lola szétszórt, hóbortos. Nem tud fókuszálni. Például itt van Marco, remek fickó. Egy férfival előfordul, hogy félrelép. A nő a hibás érte. De most itt vagy te, hogy kordában tartsd őt. Mindenről tudni akarok, ami vele történik. E tekintetben te meg én társak leszünk, rendben? Tévedés. Uram, önnek nagyszerű lánya van. Okos. Nagyon szex... csinos. Igazi harcos. A fókuszról beszélt. Jobban fókuszál, mint egy Nikon. Hé, ne aggódjon miatta. Legyen rá büszke. Tűnj el, szedd a cuccodat, és hagyd el a házat. Mit csináltál? Sajnálom, azt hittem... Tévedtél! Nem tetszett, hogy így bánik veled? Ő mindig is így bánt velem! Megkövetem, térden állva! Ó! Ki vagy rúgva? Szedd össze magad, újra képben vagy. Ja, és tartozol 90 lepetővel a gitárért. Három napja még hozzá akartál menni. Na és ha megcsalt, talán minden olyan lesz majd, mint régen. Nem tudom. Figyelj, hozzámész, megkapod a pénzt, és aztán még bármi lehetséges. Majd megoldjátok. Nem, nem, ismered az apámat. Nem hagyná, hogy elváljak. Nem hagyná, hogy elmenjek innen. Itt kellene lennem éjjel és nappal. Kérlek, ne játszd meg, hogy a történteknek az oka nem a pénz. Huh.
Hiányzik a koffein tabletta, ugye? Mit akarsz itt? Hajd, hogy feldobjalak. Ez pusztán üzlet. Kicsikém, Markó megőrül nélküled. Bevallotta nekem, hogy milyen mélységesen szerelmes, és meg kell mondjam, meghatottam. Kérlek, hallgasd meg őt. Szörnyű napokat éltem át, Lola. És tudod, mi segített át? Costa Rica. Még csak egy hónapja jártunk. Emlékszel az utolsó estére? Táncoltunk a kis bárban a parton. Legalább 100 fok volt. Hajnalig roptuk. Életem legszebb éjjele volt. És még sok ilyen lehet. Ígérem, hogy többé nem hagylak cserben. Amikor az oltár elé lépnek, berohansz, és azt mondod, hogy csalás? Olyan lesz, mint egy bombarobbanás. Ó, és ha gondolod, azt is mondhatod, hogy gyereket vársz tőle. De csak ha gondolod. Beszélnünk kell. Tűnj el, megvan a helyettes. Visszatértem. Normándó kiszállt. Lola igent mondott. Húgom, nem kap semmit sem. Csak meg kell szabadulni attól ott a szobában. Ejha! Mi történt veled? Aztán... Később. Mi van Lolával? Vége. Visszatért Markóhoz. Niki, beszélj! Csalás az egész. Markónak viszonya van Simonával, azt tervezi, hogy az oltár előtt hagyja faképnél. Simona tervez valamit Lola pénzével. Szólnom kell neki. Arra ne is gondolj. Zárjátok be őket. Úgy, hogy senki se hallja a hangjukat, ha hangoskodnának, míg a határidő le nem telik. Egész este próbálgatod, biztos elvágták a vonalat. Ki akarsz jutni, vagy nem? Mi értelme? Nincs is hová mennünk.
az egész arra volt jó, hogy rájöttem. Nem az álmaimat kergettem éveken át. Bujkáltam előlük. Amióta belecsöppentél ebbe, a lánnyal, az új emberek közé, nagyon megváltoztál. Tény, hogy kellett valaki, aki kihozza belőled a jót. És nem én voltam az. Már régóta. Szeretnék egyedül lenni. Ne feledd el a pénzt. Örüljetek, hogy láttok! Már folyik az esküvő? Valami zenét hallottam, ha erre gondolsz. Vigyázol magadra? Igen. Menj! Rendben. Lola! Mit keresel itt? Az egész egy csapda, Lola. Miről beszélsz? Simona volt az, akivel Marco megcsalt. Hazudsz. Tönkreteszi az esküvőt. Kitalálta, hogy elviszi a pénzt, és meglépnek Marcoval. Nem hiszek neked! Lola! Jorge! Gyere! Nyisd ki az ajtót! Ha elmondjuk az apádnak, mi folyik itt, talán hagyja, hogy elvegyelek. Még van időnk, Lola. Egy centet se kapsz, ha nem teszünk valamit. Hinned kell nekem! Nem hiszek. Hé! A nyitott könyv. Emlékszel? Esküszöm, hogy igazat mondok. Dobd ki, apa. Lola, mit csinálsz? Kidoblak az életemből. Itt az idő. Mit csinálsz? Mi olyan vicces? Ez az egész olyan vicces. Lola, jól vagy? Tessék, fogd meg. Igen, jól vagyok. Remekül vagyok. Voltaképpen el is mehetsz. Hiszen ez szerepelt a tervben, nem igaz, Jacob? De nem. Nem fogod kitáncolni magad ebből a helyzetből. Oh, és a gonosz már megint fűzőt visel. Nem viselek mindig fűzőt. Mi történt velünk, Simona? Hm? Emlékszel, amikor kicsik voltunk? Mindent megosztottunk. De aztán jött a pénz. Nagyon kérlek, ezt hagyd abba. És aztán mi történt? Egy darabig akkor is megosztottuk. Az az igazság, hogy már régen nem vagy a testvérem. De a mai nappal az ellenségem lettél. Oh, kérlek! Nem. Papa. A mama azért akarta, hogy férjhez menjek, mert azt hitte, boldog leszek. De te írattad bele az áradékot, mert irányítani akartál. Nem csoda, hogy inkább felfogadtam valakit férjnek. Igen. Elismerem. Felbéreltem Normandót.
És mint minden jó alkalmazott, megtanított néhány fogásra, hogy okosabb legyek. Tehát mindennek egyetlen célja volt. A pénz. És rájöttem, hogy a pénz volt az, ami már régen tönkretette ezt a családot. Tudod mit? Tartsd meg a pénzedet. Nekem már nem kell. Csak úgy hagyod elmenni? Hétfőn korán reggel legyen az asztalomon a lemondásod. A lemondásom? Miért? Mert az elnökségi tagok elveszítik a pozíciót, ha a hűtlen kezelés miatt eljárás folyik ellenük. Rövid szünet. Kér még egyet? Igen. Hogy van? Rendben. Tessék. Kösz. Melyik mérget? Melyikkel kezdjem? Hogy találtál meg? Brad. Persze. Ne keresgéld a szavakat. Az az én dolgom. Tényleg? És az első szó, ami eszembe jut, az az, hogy bocsánat. Többet tettél értem, mint hittem. De most már tudom. Tényleg? Nagyon régóta csapdában voltam. És én akartam esélyt adni neked, de te szabadítottál ki. Köszönöm. Nagyon szívesen. Folytatnom kell a melót. Jó látni téged. Figyelj csak! Tudsz angolul? Ha igent mondok, megkapom a melót. Bármit felelsz, megkapod. Mi jár a fejedben? A szinkront a Hallmark Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.